Szüleimmel voltam, és öcsémmel lenn a pincébe, a Dávid Ferenc utcán, nem Deák Ferenc, Dávid Ferenc, lenn a pincébe voltunk. Bejöttek az oroszok, ott ültünk, bejött körül, nézett, meglátta a viharkabátomat, nagyon megtetszett neki, és el is vette persze, még fel kellett édesapám adja a hátára a viharkabátot. Nem elég, hogy elvittem, még őket kellett feladja. Itt voltunk egy éjjel a rendőrségen, bezárva. Reggel hajnalban négyesével tettek össze, és irány Torda. Hajnalba. Úgy vittek el Kolozsváról minket. Thank you.
tisztnek az első dolga az, hogy küldjön, szerezzük italt neki. Mi az udvaron három fiatal voltunk. Én voltam 16 éve, egy fiú, Magyar Mihály, az is ott lakott, az volt 15, és az unokatestvérem, aki Brassóból látogatóban volt nálunk, éppen 14 éves volt akkor. Na hát, ezeket hármunkat a közlegény, ez a legény, amelyiket elküldött az italért, az magához hívott, hogy vigyen el, és mutassuk meg neki, hogy hol lehet kapni ezeket az italokat. A Szamos hídján át kellett volna menjünk, igen, de a fej volt robbantva. A Szamos hídnak a roncsait valahogy áthevizgéltünk, és onnan nem messze volt egy ilyen raktár, ahol bort meg reféléket lehetett kapni. Na, oda vittük ezt az emberünket, az összeszedte az ennivalókat, amiket akar, és megfordultunk, és jöttünk hazafelé. És a sarokról látjuk, hogy kb. Egy 20-30 méterre két orosz katona egy pisztolyjal a kezükbe, a civileket megállítják, és terelik be egy kapuval. Mikor mi odaértünk, nem sokat töröttünk, fiatalok, azt mondtuk, hát itt van a katona, ez megvéd minket, de védett ám az ördögöt be. És a mi katonánk az egy kicsit tudott románul, mert azt hiszem, hogy beszarábiai volt az életé. És megmagyarázott, hogy maradjunk egy kicsit dolgozni, elvisznek dolgozni, de aztán hazaengednek. Minket bekísértek ügyesen ide, ebbe az irányba körülbelül egy olyan, mennyi lehet, 50 méter, ott van a törvényszék, és a törvényszéknek az épületében voltak börtönök. És ezekben a börtönökben, amit eredetileg kettő személy számára építettek, 25-öt beszámoltak minden ilyen börtöncellába. És ebbe a börtöncellába töltöttük a nap hátralevő részét, hogy milyen kényelmesen, azt el tudják képzelni. És akkor jött az éjszaka közepén kezdték kinyitani a börtönrajtókat, és hajszolták le a népet az utcára. És az utca előtt felállítottak egy nagy sort, amivel akartak elmenni tornos, el is mentek persze. Tordára akarták vinni a népet. Sorba volt állítva. És ezzel csak a hátam mögül apámnak a hangját hallom meg. És megfordulok, soha, hogy kerülsz ide. Akkor elmondta ő, hogy őt bizony otthonról hozták el. Nekem, mivel új bakkancsom volt, úgy elrágta a lábomat a bakkancs, nem tudtam menni. Én a bakkancsot lehúztam, összeköttem, és a fegyver így volt, és én a hátamra vettem a bakkancsot, és minden rossz pipe mentem én a csapat után, tehát lemaradtam. Nagyon éhes voltam. Fiatal voltam.
Egy dombon, ott egy lovat patkoltak, és láttam két ember, három ember, és egy asszony ott állott, nézte minket, hogy már azelőtt, akik ott mentünk, és én hátul voltam. Mondom, kérek szépen egy karéc kenyeret, kértem az asszonytól. Nekem az jó vastagon síron megkente, én leültem egy olyan kis vizácska volt, nem jó, kicsi patagocska, minden. És én hamarcai leültem, azt én meg ott megettem, és nem számítva, hogy milyen szennyes a víz, én abból jól laktam a víz. Tudatlanul, minket elévitták abba a teresbe, ezt a németek lesz, lepüleltek biztos, és kezdtek 12 saknában minket szerencsétleneket lőni. Na, hát ugye, ott nem volt hova. Föltözve haktuk, mert hallottuk sípolnak az akna, mert szőnyeg bombázat csinál, aknával kezdtek minket lőni. Nem tudván, hogy egy szerencsétlen nyomorú kölykek magyar gyermek vagyunk. Na mindegy. Vége volt az akna, megszűnt már 12-s akna, és ott körülbelül lehetett 10-12 méterre egy fa volt. Az orosz fogta a kontárt, egy lónak szotta, a nyúl is szögdösött, és pont ahogy én haladtam sípol az akna, és én hasravágódtam, és pont ő talált el az oroszt. Lovastól a tokán csillanat, én mert a kicsit a légnyomás tovább vetése, én meg se sebesültem. Tehát október 18. Akkor mi a pincikbe vonultunk vissza, és vártuk a éjszaka lehetett etetni az állatokat, itatni, és egyszer egy napon, 18-án kitessékeltek minket a búvóhelyekről. És azt mondták a román katonák, hogy mindenki egy átalvetőnyi csomaggal ide gyűjjünk össze a falu közbe, és visznek járába. Hát, amit tudtak az emberek, ugye vittek a hátukon, akinek még volt fogatja, vagy ha nem, akkor kettő összefogott, és egy zsák búzás, amit tudtak feltenni. Hát fel is tették, és hogy kikerüljük a nagy útot, tehát a Szent László alsójárai útat, mi a határon mentünk keresztül, illetve a román létei legelőn, hogy úgy érjünk föl létára, és úgy menjünk be járába, kerüljük el a fosztogatókat. Igen, ám, de vesztünkre tettük. Akárhol mentünk volna, tele voltak oroszokkal és románokkal. Aztán amíg eljutottunk járába, mindent elszedtek. Járába pedig várt egy ilyen vasgárdista, mánista csoport, járának a felső falu végén, és mindenkit megmotoztak, amíg megmaradt, még elvették, és az volt a céljuk, hogy kivégeznek, hogy érkeznek a szentlászói, magyar létai menekültek, úgy végzik ki. Jött egy orosz csapat, igazolta a románokat, és ennek a vezetője az itteni vasgárdista fészeknek a vezetője volt, akit úgy hívtak, hogy Veljánó. Lefegyverezték őket, és minket visszairányítottak magyar létára. És akkor
mikor hazajöttünk néhány hétre, rejá megjelentek az itt lakó, illetve az ide menekült nargárdisták. És akkor kezdték megint összeszedni az embereket. És szerencse lett aztán, hogy márciusban innen nem tudtak elvinni, márciusban megalakult a Gróza kormány, és akkor ezeket kitessékelték. Kitessékelték, és így menekültünk meg, hogy akkor innen is szedtek volna tuszokat, akiket ugye Földvárra, vagy pedig a többi gyűjtőtáborúba helyezték volna el. Lehet, hogy három napban a Viktorától elértünk Brassóig. És ez alatt, az idő alatt nem kaptunk semmit, se vizet, se ennivalót, illetőleg ennivalót zsákokba, ilyen sült, kétszeresen megsült kenyeret adtak be. És azt a zsák kenyeret kellett elosztuk. Hogy mi volt ott, az nem érdemes mondani. Na most ott van egy érdekes történet, hadd mondjam el maguknak. Ugye nem csak enni szokott ilyenkor az ember, hanem üríteni is, hogy mondjam. Hát hogy csinálják ezt, hogy le is engedjék le őket, és mégis. Hát minden, hogy hívják, beadtak, két darab konzerves dobozot. Ekkora, ilyen konzervdobozot. Ezek a egyszerű kis dobozok. Az egyiket használtuk elől, a másikot hátul. Most képzeljék el, hogy nem lehetett leülni, vagy mit, csak lekuporodni, és az egyik kézben előtt tartotta, és a másik kezében hátul azt a konzervdobozot. És azt el kellett találni, azt a dobozt, mert ha nem, akkor bizony melléje ment, és a 70 ember az nagyon zsúfoltan volt, mert éjszakára, amikor lefeküdtünk, minden 40 centimétert fel kellett használni alvásra. Még azt is, ahol nappal ilyen lények történtek. Az első állomás az a Kazán nevű város volt, és ott szedtek le a vonatról. És akkor betettek egy lágerbe, és ott ültünk bizonyos időt, körülbelül egy olyan 2-3 hetet ott ebbe a lágerbe. Ebbe a lágerbe